És Szekszárd adott otthont az országos haditorna verseny Tolna megyei döntőjének, melyen 4 iskola 9 csapata mérte össze tudását. A győztesek 2023 tavaszán mérkőzhetnek meg az ország legjobbjai ellen. A versenykiírást előre megkapták a résztvevő csapatok, így bőven volt idejük felkészülni a feladatokra. Az akadálypálya viszont minden évben eltérő szokott lenni, a helyi adottságoktól függően alakítják ki a szervezők. Ebben van lövészet, van kézigránátdobás, egészségügyi ismeretek, van egy honvédelmi totó, akadálypálya, van egy távbeszélés figyelés, valamint van egy fegyveres váltófutás. Van egy mátrix feladat, ahol a tájékozódási képességükről győződhetünk meg, illetve azt mérik fel a kollégáim. A nyírkos és felázott erdei környezet kihívás elé állította a versenyzőket. A váltófutás során történő irányváltást pedig nagyban nehezítette a csúszós talaj. Én már itt harmadjára vagyok. Voltunk tavaly előtt az országoson is. Igazából nagyon szeretem ezt a versenyt. Kihívásokkal teli, legjobban talán lövészetet és az akadálypályát szeretem, de az összeset igazából nagyon. Az első 3 helyezett szokásos díjazásán kívül a Tolna megyei Védelmi Bizottság felajánlásából a legkatonásabb csapat is elismerésben részesült, valamint a legjobban lövő csapat számára a Magyar Tartalékosok Szövetségének Tolna megyei szervezete egy vándorserleget ajánlott fel.